azért jó, ha az ember a barátnőjével jár könyvesboltba. Én vagyok, aki cipeli. Így van, én meg böngészhetek. És akkor én leszek. Ezt mind összegyűjtöttük most nektek, ifjúsági könyveket és igazi nőknek való igazi irodalmat. Na! Kezdjük. Mire jó a barátnő? Tessék. Minusz szigete. Ez egy nagyon-nagyon édes könyv, ajánlom nektek. Aki szereti a kis herceget, vagy a végtelen történetet, nem csalódik ebben a könyvben sem, mert hogy ez méltó társa lehet, és utódja lehet ezeknek a történeteknek és könyveknek, úgyhogy rajta olvasgassatok, üljetek le. Ha már nagyobb a fiatok, biztos, hogy élvezni, vagy lányatok, akkor élvezni fogja ezt a történetet. Sőt, ez egy igazi crossover irodalom, vagyis akár 99 éves korban is nagyon-nagyon jó olvasmány lehet. Tüneményes történet egy egészen aprócska szigeten játszódik, egy kislány életéről szól, aki ezt apukájával él, és egyszer csak eltűnik az édesanyja, elmegy a legszebb cipőjében, és utána elkezdődik a nyomozás, hogy hova tűnt. Maradjunk az ifjúsági témánál, gangster Nagyi. Ezt ez olvassam most a férjem Beninek. Ajánlotta a Réka, igen, nekünk is. Mert hogy egyfolytában röhögés hallunk. Kacaráznak. De mondta is a Réka, hogy jobb, hogyha nem este olvasok, mert hogy akkor így felélénkülnek, úgyhogy nem nagyon van alvás, vagy van alvás azért utána? Hát azért van, de nagy röhögések előzik. Az a lényeg, hogyha szerettek nevetni, pláne együtt, akkor ezt mindenképpen vegyétek meg, mert hogy hát jó, a címe is Gangster Nagyi. Vajon miért gangster ez a Nagyi? Hát bizony. Egy tizenéves srác kalandjai a nagymamájával, akiről kiderül, hogy hát éjszakánként... Betörő? Csak nem? Akár az is. Na most azt még tudni kell erről a regényről, hogy az angol és az amerikai toplistákat nagyon-nagyon régóta vezeti. Úgyhogy hát, ha itthon Magyarországon is sikerül megkerültetni az ifjúsággal. Gabi, ezt mi neked van, választottam. Csak nem. Banyatanya. És rögtön mondtam, hát akkor ez nekünk itt az anyakanyarban a legjobb kis ajánló. Ugyanis. Egy horvát írónőnek a könyve. Róla azt kell tudni az írónőről, hogy Horvátországban az egyik legfontosabb írónőként tartják számon. Még Nobel-díj esélyesnek is tartják. Tényleg? Igen. Én most olvasom épp ezt a könyvet. Ne kérjétek, hogy elmeséljem a történetet, mert ez nem az az elmesélendő történet, de nagyon-nagyon szép szövegek vannak benne, és nagyon szép érzések. Tudod, hogy arra jöttem rá, hogy minden művészeti ágban, így az olvasásban is megvan az, amikor nem a jobb vagy a bal agyféltekére hat. Tehát van, amikor nem kell keresni azt, hogy miért van, csak egyszerűen jó és elvarázsol, úgyhogy, mert a jobb agyféltekünkre hat. Úgyhogy ha egy látványt is látok, nem kell mindig megmagyarázni, mert akkor zárjátok ki a bal agyféltéket, aki mindig szeret gondolkodni és megmagyarázni, csak engedjétek át magatokat az érzésnek. Lehet, hogy ez a könyv is ilyen. I don't need to hang my stocking. Frida Fibes könyve is olyan, hogy át kell engedni az érzést. Fú, na mesélj erről a könyvről. Ez nagyon, én még nem olvastam, a Réka ajánlotta szintén nekem, de rendkívül érdekes volt az egész történet, amit így elmondott róla, úgyhogy szeretném, hogyha nektek is, hát egy élmény lehetne, hogyha leveszitek a könyvespolcról. 17 éves volt Frida Kahlo, amikor egy nagyon súlyos baleset áldozata lett. És akkor a könyv története szerint, ami aztán lehet, hogy igaz, tehát ugye minden... Igen, Frida ilyen könyve, vagy Frida élete bővelkedik a misztikus vonalakban, vonásokban. Szóval Frida 17 évesen baleset áldozata lett. 19, nem? De ezt mindjárt megnézem. Ha, 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 ha. 17, neki van igaz a nyertő! Gabi, velem akarsz vitatkozni? Jó, 17. Szóval alkotott a halállal, hogy életben maradhat, nagy szenvedések árán érheti tovább az életét, ha minden évben halottak napján megfőzi halálnak, vagyis a könyv szerint keresztanyjának a kedvenc ételét, és valami különlegeset. Hát ez van Frida Fibes könyvében, tehát a könyvben önmagában is vannak receptek. Most nekem volt szerencsém Mexikóban járni. Pont ez volt az érdekes. Hol lakott Frida Kahlo, mi a ház címe? Nem tudom, mert én nem voltam Mexikóban, de te elmondod majd. A kék háznak nevezik, vagyis Casa Azulnak. Nem, mondjuk a kiejtésem nem pedig nagyon jó, de hát nyilván lehet nekem. És mit láttál ott, amikor ott voltál? Hogy elképesztően szép maga a ház, rengeteg és voltak recept. Sok-sok receptek voltak a házban. Bizony, és óriási konyha. Hát aztán majd járatok után, hogy mi lehet az igazság, a könyve mi az, ami csak a képzelet szüleménye. Tehát de a Frida Füves könyve tele van mindenféle misztikus receptekkel, amit lehet, hogy éppen a halálnak főzött meg mindig, halottak napján, hogy életben maradjon. Ez egy gyönyörű, nem?
nem? Igen, nagyon szép. És a címe is, A szívem fehér. És beleszerelmesedések. A szerzőnek ez az újabb könyve, de a Libri kiadónál egyszerre jelent meg ez a két könyv. Javier Marias pedig egy spanyol író, és ő is számos díjra volt már jelölve. Akár Nobel-díj várományosa is lehet. More than you could ever know. És hogyha mind a kettőt megveszitek, akkor ráadásul még egyet kaptok így most ajándékba, hiszen látjátok a sárga matricát. Tehát érdemes mind a kettőt hazavinni, de miért is? Mit mert miért? Hogy jó könyv. Igen, meg gyönyörű, és aki szerelmes történetre vágyik, aki érzelemre vágyik, az vegye ezt meg. Üljön be egy finom kis mézes kalács puszedlivel, a finom meleg takaró alá, és kezdjen el olvasni, mert pont ez a könyv az, ami várhat rá, hogy egészen jól érezze magát. És olvasni jó. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about